Szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A börtönbizniszről lefolytatott múlt heti parlamenti vita egyértelműen bebizonyította, hogy a baloldal a börtönbiznisz oldalán áll. A baloldali pártok falaznak a börtönbizniszben érintett bal liberális és a soros hálózathoz tartozó ügyvédeknek, amiben nincs is semmi meglepő, hiszen a börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese 500 000 forinttal az a Magyar György ügyvéd, aki 2018-as országgyűlési választásokon az MSZP párbeszéd közös jelöltjeként indult, jelenleg pedig Karácsony Gergely főpolgármesternek ad tanácsokat. Ezek után érthető volt, hogy a párbeszéd még a vitában sem vett részt, és az őt megillető időkeretet átadta az MSZP-nek. Az ellenzéki szónakok a parlamenti vitában egyenes beszéd helyett félrebeszéltek, és nem a valóságról mondtak véleményt. A valóság pedig az, hogy a baloldali liberális és a soros hálózathoz tartozó ügyvédek közel 12 000 kártalanítási pert indítottak a magyar állam ellen. Az állam közel 9 milliárd forintot fizetett ki bűnözőknek és ügyvédeknek. A kifizetett összeg 70%-a pedig ügyvédi letéti számlákon landolt. A börtönbiznisz egyértelműen megvalósítja a joggal való visszaélést, megkárosítja az államot, rombolja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat és sérti az emberek igazságérzetét. Európában az a helyzet állt elő, hogy a döntéshozók számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál. Elfogadhatatlan, hogy olyan gyilkosok, mint az olasz-liszkai lincselők 6 millió forintot, a batonyai rém 2 millió forintot, Burkáék pedig 45 millió forintos összeghez jutottak sikeres kártalanítási perüknek köszönhetően, annak ellenére, hogy elképesztően súlyos, életellenes bűncselekményt követtek el. Ezekben a kártérítési ügyekben nem kötelező a jogi képviselet. Sőt, a Helsinki Bizottság 2015-ben egy olyan keresett mintát adott közre a börtönökben, amelyet az elítéltek kitöltve közvetlenül tudnak a bírósághoz fordulni. A balliberális és a soros hálózathoz tartozó ügyvédek rátelepedtek az elítéltekre és a fogvatartottakra, és iparággá fejlesztették a börtönbizniszt. Tisztelt képviselőtársaim! Az emberek a márciusban induló nemzeti konzultáció keretében erről is elmondhatják a véleményüket. Eldönthetik, hogy inkább támogatják, vagy ellenzik a kártérítési perek lehetőségét. Továbbá azt is elmondhatják, hogy a kártérítési pénzek az elítéltek, vagy az áldozatok kapják meg. A bűncselekmény áldozatainak jogait és érdekeit nagyobb mértékben indokolt védeni. Helyre kell billenteni a bűncselekmények áldozataira, illetve a fogvatartottakra vonatkozó kompenzációs rendszerek között megbomlott természetes egyensúlyt. Tisztelt ház! Magyarországon ma egyértelművé és világossá kell tenni mindenki számára, hogy a bűnözőknek nem milliós jutalom, hanem büntetés jár. Köszönöm, hogy meghallgattak. Völner Pár államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban tanulságos volt a börtönzsúfoltságról szóló törvénynek a vitája, illetve már az magában is, hogy amikor soron kívül minél hamarabb napirendre tudjuk venni, kellett döntenünk, akkor az ellenzéki frakciók kivonultak és nem szavazták meg ezt az indítványt. Tehát a hozzáállásukat teljes mértékben bizonyítja ez a lépésük is. És hogy kerültünk el idáig? Magyarország az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1993 óta tagja. Ez azért fontos tény, mert a Strasbourgi Bíróság azokat az ítéleteit, amivel a belföldi jogi szabályozás kikényszerítette, teljes egészében erre az egyezményre vezeti vissza.
A magyar börtönviszonyok sajnos a 90-es évek elején sem voltak jobbak, mint napjainkban. Ennek ellenére ez a téma 2010-ig nem képezte bírósági döntéseknek a tárgyát, csak azt követően, amikor a Helsinki Bizottság társasága szabadságjogokért ügyvédei sorozatban indították ezeket a strasbourgi pereket, beleértve természetesen az ön által idézett Magyar Györgyöt is, vált sláger témává ez a terület, és gyakorlatilag olyan tömegével jelentkeztek ezek az ügyek, több mint 6000 ügy volt kint akkor Strasbourgban, hogy a strasbourgi bíróság kijelentette, hogy amennyiben nem hozunk belső szabályozást, akkor érdemi vizsgálat nélkül 10 000 euró általány összeget állapít meg ezekben az ügyekben. Ezért volt az, hogy 2016-ban a tisztelt ház elé terjesztettünk egy javaslatot, amelyben kitértünk természetesen arra is, hogy az áldozati kompenzációkra lehetőséget adjunk, és a tisztelt ház el is fogadta ezt a szabályozást. Arra viszont nem számított senki, hogy ez a fajta kompenzációs rendszer, hogy a kártalanításokból a kártérítésekre mekkora összeg jut, nem éri el a 13%-ot. Sőt, azok az ügyvédi körök, amelyek Strasbourgban ezeket az ügyeket tömegével vitték, belföldi lehetőségekkel is élve, tulajdonképpen toborzó körúton több száz ügyet gyűjtöttek be ügyvédekként. Nagyon tanulságos volt egyébként az is, hogy az egyik ügyvédi irodát, amelyről köztudott, hogy a legtöbb ügyet vitte, a vitában úgy próbálták beállítani, mint egy kormány közeli ügyvédi iroda lenne, holott pont fordítva áll a helyzet, amire Budai Gyula képviselőtársam rá is mutatott a vita során. Tehát az ellenzék részéről még egy olyan, hogy úgy mondjam, tényeket nélkülöző hadjárat is folyik ebben a kérdésben, mintha ez a biznisz hozzánk köthető lenne, és nem az ő ügyvédjeikhez, vagy éppen Magyar Györgyhöz, aki a MSZP és a Párbeszéd színeiben indult az országgyűlési választásokon az ő támogatásukkal. Tehát egy nagyon furcsa helyzettel állunk szembe. És miután észleltük, hogy valóban elérte ezt a csaknem 10 milliárdos nagyságrendet, a kifizetett kártalanításoknak az összege, és jól látszik, hogy ezek nem azon a helyen landulnak, ahol leginkább kellene az áldozatoknál, felfüggesztjük ebben a törvényben ezt a fajta lehetőséget, és a nemzeti konzultációban kikérjük a választópolgároknak a véleményét arról, hogy milyen megoldási javaslatokkal élnének ebben az esetben. Én nagyon remélem, hogy a konzultáció végén, illetve a megszabott határidőn belül el tud jutni a magyar parlament egy olyan megoldáshoz, amely a társadalmi igazságérzetnek is megfelel, ugyanakkor azokat a fajta külföldi és strasbourgi kártérítési, kártalanítási igényeket nem éleszti újra, amelyek korábban sújtották az országot. Nagyon tanulságos volt egyébként a múlt héten a sajtóban megjelent hír, hogy egy francia elemzésre hivatkozva kimutatták a strasbourgi bíróság és a soros szervezeteknek az összefüggéseit a személyeken keresztül, akiket az utóbbi időben különböző felelős állásokba, vagy akár az Európa Tanácsnál kineveztek, és az is látható, hogy ez a fajta biznisz nem fog megszűnni. Lehet, ha a 4 négyzetmétert vagy a 3 négyzetmétert betartjuk, akkor majd 5 négyzetméterre emelik, mert egy ilyen, hogy úgy mondjam, rugalmas jogértelmezéssel próbálják sújtani Magyarországot. Az is látszik, hogy már a következő front is megnyitásban van, ugyanis az eljárások elhúzódása miatt is torlódnak az ügyek Strasbourgba, tehát valószínűleg hamarosan ezzel is foglalkoznia kell a háznak. Tehát a biznisz az nem áll meg, az is látszik, hogy melyik szervezetek gerjesztik, és az is látszik, hogy az ellenzéki pártok ezekkel a szervezetekkel teljes mértékben egyetértenek. Mi azt tudjuk ígérni, hogy a konzultáció eredményének megfelelően olyan elettő terjesztéssel élünk a ház felé, mi ezt a helyzetet ebben az ügyben meg fogja szüntetni. Köszönöm.